véleménye is egy nagyon komoly katonai tapasztalatra alapozta ezt, hogy a fővezérnek nem az a dolga, hogy minden csatát és ütközetet személyesen vezessen. Sokkal fontosabb az, hogy beosztott tábornokai és tisztjei számára lehetőséget teremtsen a bizonyításra. Bizonyítsák be, hogy megkérdezett és a hadműveletek alapján előírt lépéseket meg tudják tételni alakulataikkal, hogy képesek reagálni a váratlan eseményekre, hogy képesek megfelelni a kihívásoknak, mert uram, bocsánat, ha azért elesik, mert azért erre is volt néha példa, akkor valakinek a helyébe kell lépni. És akkor olyan ember léphet nyilván a fővezér helyébe, aki kellő tapasztalatot szerzett, adott hadjárat, hadművelet alatt. Mindegy, tehát nincs itt, hanem Kókán a kis forrásnál ciesztázott vezérkarával, ott találkozott Kossuth Lajossal, a szemerek a kormány későbbi igazsági miniszterével, Mukovics-elővel és egy pár politikussal és békésen vadergáztak, miközben a Iseszegedi visszavonuló korlátok földújtották a kiváljátó jelentős részét, és ezáltal egy sűrű füst borította a területet, és bőrgeinek igazából nem volt híre arról, hogy Iseszegedben megkezdődött már a csata, sem ugye a füstfelnek, sem pedig a két területet, vagy a két helyet elválasztó hegyek nem tették lehetővé, pontosabb információkat szeret. Valamikor kora délután egy futár tisztől értesült arról, hogy Iseszegnél elkezdődött a csata, és ahogy Mukovics Ebő visszaemlékezésében leírja, lóra ült és elrobbant ide Iseszeghez, a királyerdő környékére, hogy helyreállítsa a megbomlott rendet. Itt a felderítő lassan vonulnak még